Üdvözletünk! Mozgalmas esztendőt tudhatunk magunkénak, 2012-ben meg annyi izgalmas helyzetet, érdekfeszítő történetet élhettünk meg a képernyők előtt. A billentyű és kontroller csapkodás közben akaratlanul is megszerettük vagy megutáltuk kedvenc programjaink szereplőit, jelen videónkban kicsit róluk fogunk szólni. A gyengébb nem a verekedős programokban villantott ciziket és popsikat, a szolidabb vonalat pedig egy gravitációt manipuláló és egy háztetőkön ugráló lány képviselték. A férfiak mezőnye viszont színesebb volt. Találkoztunk nagyotmondó jóképűekkel, szűkszavú alkohol problémákkal küzdködőkkel, elítéltekből gondoskodóvá formálódókkal, maszkos igazságosztókkal, illetve alvilágban elmerült rendőrökkel egyaránt. Volt, aki szó szerint szétesett a lazaságtól, míg más jóval fegyelmezettebben próbált világméretű konfliktust kirobbantani. Cortanával már háromszor is találkozhattunk korábban, 2012-ben a hölgyet mégis egy új oldaláról ismerhettük meg. A kék gyönyörűség sosem volt még ilyen formás, mint a Halo 4-ben, és végre kiszakadt a navigátori szerepköréből és sokkal hangsúlyosabb, történetformáló szerepet vállalt. Az új trilógiában emberi oldaláról ismerhettük meg a meghasonlott mesterséges intelligenciát, kálváriája mindenképpen említést érdemel. És ha már Halo 4, belső változás ragaszkodott Chief megemlítéséhez. Igaz, hogy a szuperkatona nem új figura és érzelmi tartománya sem túl széles, az FPS kategória egyik ikonikus alakjaként itt a helye. A zöld páncélos az elmúlt évtizedben sok mindent megélt, és a negyedik részben nem csak új ellenfelet, hanem valamivel emberibb megközelítést is kapott. Az első páros jól jellemzi Cortana egyik mondata. Before this is all over. Promise me you'll figure out which one of us is the machine. A tavasszal megjelent Pandora's Tower iszonyú és szívszorító képsoraival vált emlékezetessé. Hősünk szerelmét különös átok sújtja, melynek hatására az ártatlan és gyönyörű Elena a játék során kínok közt válik szörnyeteggé, ha csak időről időre vissza nem térünk hozzá, hogy az általunk legyőzött mesterek húsával etetve fordítsuk vissza a mutációt. A lány sorsa csak rajtunk múlt, késlekedés esetén igencsak felkavaró képsorok gondoskodtak a bűntudatról. A kicsit megalomániás, de legalább újszerű és érdekes, egyértelműen japán elméből kipattant Azura's Wrath sztoriának hőse sem egy mindennapi figura. Azura egy, a földért harcoló 8 félisten közül, szegényt azonban árulással leültetik pár ezer évre, nejét megölik, lányát pedig aljasul kihasználják. A dűterápiára nem járó pofozógépünk indulatoktól fűtve tér vissza, hogy igazságot szolgáltasson, csillapíthatatlan mérge pedig nagyon különleges ízt ad a játéknak. A Gearbox meg annyi elmebajos ötletével bizonyította, hogy nagyon ért a hangulatteremtéshez, a Borderlands 2-t számos kikacsintása, beszólása teszi igazán élő és élvezetes játékká. A fejlesztők minden infantilizmusa közül a legelképesztőbb Tiny Tina, vagyis a világ leghalálosabb 13 évese, a kislány, aki aranyosan énekelve robbantgatja fel a banditákat. Cinizmusát, kisugárzását imádjuk, na de otthonra nem kéne. Az Assassin's Creed 3 középpontjában Connorál mégsem ő a történet legerősebb karaktere, hanem nemezise, Hayden Campbell. A templomos férfi erős, határozott jellemével, tiszteletet parancsoló, de nyugodt hangjával egyszerre kelt ámulatot és félelmet az emberben, a nagymester nem kispályás. Miért van az, hogy a szóval és kézzel is parádésan harcoló, ambíciózus jellemű, tökéletes vezetők mindig a rossz oldalon állnak? A Walking Dead kegyetlen világában volt egy tiszta erő, akinek öröm volt gondját viselni, s egy mosolyáért bármit megtettünk. Ő volt Clementine, aki egyszerre volt lányunk, lelkiismeretünk és motivációnk, benne öltött testet minden erős és gyenge jellemvonásunk, úgy befolyásolta döntésünket, hogy mi magunk sem vettük észre. Clement lehetetlen volt nem szeretni, így nagyon várjuk a második évadot abban bízva, hogy viszont láthatjuk. A Darksiders 2 főszereplője annak ellenére volt rendkívül erős figura, hogy különösebben nem beszél sokat. Az első ránézésre Razier-re emlékeztető halálnak meg sem kellett szólalnia, hogy hangulatot teremtsen, karakterének dizájnja hibátlan, egyszerűen a képernyőkre termett. Az apokalipszis lovasainak vezetőit hűvössége, mozgáskultúrája, harci stílusa és kaszái teszik, tették emlékezetessé, már-már antihőssé.
Suda 50-ban fantáziája kiapathatatlan, s bár abszurd képzeletét nem mindig tudja megfelelő programsorokra váltani, játékai mégis emlékezetesek maradnak. Legutóbbi agymenése rendesen beindította a testnedveket. A Lollipop Chainsaw irányítása olykor érfelvágással fenyegetett, humorán sírtunk a nevetéstől, főszereplőjének láttán pedig rögtön beindult a férfiak nyálelválasztása. Juliet Starling 2012 legszexisebb csaja volt, testhez álló öltözete, ügyes mozdulatai hamar az első helyre repítették, az már csak habatortán, hogy leleményes és bátor is volt, nem félt levágni barátja fejét és megmenteni iskoláját az élőholtaktól. Igaz, ha negyedennyire néznek jól, a belső értékei senkit sem érdekelnének, jelen formájában azonban Juliet egy kerek egész. Kerek, értitek? Kill them all! I like this form. This is a nice fucking form. A Far Cry 3 főgonosza már a program megjelenése előtt legendává vált, Vass azonban nem csak az előzetes videókban, hanem a játékban is hozta őrült formáját. A kábszeres kalózvezér nem csak szavaival, hanem stílusával is belopta magát a szívünkbe. Érdekesség, hogy a pszichopata karakterét eleinte egy nagy darab félszemű paliként képzelt el a Ubisoft, a végleges alakját a szinkronizálást végző Michael Mandónak köszönheti. A férfi stílusa tetszett a kiadónak, s idővel egyre több szabad kezet biztosítottak számára, és Vasst küllemre is hozzáigazított. E folyamat végeredményeként üdvözölhetjük az utóbbi évek egyik legemlékezetesebb figuráját, akinek monológiait játékos körökben még sokáig emlegetni fogjuk. Figyelmeteket ezúttal is köszönjük, hamarosan hozzuk az utolsó részt, sziasztok! It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity?